Kis Szandava stúdiónkban, ami már január óta üzemel. Valakinek már volt szerencséje itt lenni, valaki még most van itt először. Én nem nagyon fogom sokáig szaporítani majd a szót. Én vagyok Háromista Karinczi Alexandra Vivian. Én vagyok a stúdiónak a vezetője, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy ez így, ez a kis közösség létre tud itt jönni. Ugyanis nagyon tehetséges magyar tervezőkkel dolgozom együtt. És indulunk el, hogy egy kicsit ismertebbek legyenek, sőt sokkal, az lenne a cél. Főleg ugye marketing tevékenységet végzünk, itt nekik segítek mindenben, amiben tudok. Akár ha tárgyalniuk kell az ügyféllel, akár hogyha ki szeretnék állítani a termékeiket, akár hogyha egy ilyen kis nagyszerű kis shopping partit eseményt szeretnének létrehozni. Azon kívül pedig én nekem is van egy ruhamárkám, szintén itt foglal helyet, de nem én vagyok a lényeg, hanem Magdi. Úgyhogy Magdi megkeresett engem még... Mikor is találkoztunk, Magdi? Április környékén? Nyertem egy nyereményjátékot. Igen, nyertem egy méghozzá az Instagramon, és eljött hozzám stílus tanácsadásra, ugyanis azzal is foglalkozom. És hát igazából kiderült, hogy nagyon egy hullám hosszon mozgunk. Mondhatni úgy kezdőtervező, hogy már régóta foglalkozik ékszerkészítéssel, és még érkezik vendégünk, de ezen kívül pedig most szeretné igazán megismertetni a márkáját az emberekkel. Amikor itt van a család is, így van. És szeretett volna csatlakozni a stúdióhoz, én is nagyon örültem neki, hogy csatlakozott, és egy kicsit beszélj magadról, Magdi, hogy ki is vagy, mit csinálsz, mit látunk itt, és kiknek tervezel. Sziasztok, köszönöm, hogy eljöttetek, és kíváncsiak vagytok arra, amit készítek. Én Magdi vagyok. Így van. Ékszertervezéssel, készítéssel 2014 óta foglalkozom. A gyermekémmel kezdtem el ezt a foglalkozást, úgymond divatstílus tervező és lennék a grafikus. Egyébként is előtte rendeléseket készítettem táskákat, textilből, urasszusított anyagokból, és ezen a vonalon mentem tovább. Az ékszerkészítés egyébként nem volt egy vonzó pontú irány számomra, ez egy véletlen találkozás. Láttam egy ékszert az interneten, és ez beindított a fantáziámat, és elkezdtem pólóanyagokból az elején készíteni az ékszereket, és autodidakta módon foglalkozom ezzel azóta is. Elkezdtem vásárlókra járni, majd jött az origami technika, ez is egy teljesen véletlen esemény kapcsán, vagy folyamán. A nagyobbik fiammal origamiztunk, és jött a felismerés, hogy mi lenne, ha ezt kipróbálnám anyagokból, textilekből. És nekem rengeteg textilem van otthon, amit édesanyámtól kaptam, velük arról és elkezdtem próbálgatni. Tudtam, hogy nagyjából milyen anyagokból tudna működni a dolog, és hát így folyamatosan próbálgattam, kísérleteztem, és kialakult egy saját stílusom, amit itt is láthatok. Nemrég volt egy divatamutató az A38-as hajón, az Alexandra szervezésében, ott is bemutathattam a darabjaimat, a kollekciómat, a legújabbat, ami a Mirror névre hallgat, kiköződés, vagy kikör. És az inspirációt egyébként, amikor bent voltam a stúdióba, pont amikor betöltöztem, akkor kaptam, pedig a mai új táskáknak a kapcsán. És így jöttek létre a legújabb darabjaim. Ékszereimet egyébként virasztusítószből, textilekből, bőrökből, szabászati maradékokból alkotom. És hát tulajdonképpen a legtöbb a kintvikim, és tulajdonképpen ennyi lenne. Milyen nők viselik az ékszereidet, Magdi? Hát leginkább én azoknak ajánlanám, akik tényleg
kimerik mutatni a saját egyéniségüket, mivel ezek az ékszerek elég karakteres darabok, és öltöztet. Tehát olyan embereknek ajánlom, vagy hölgyeknek, akik nem félnek megmutatni magukat, az egyéniségüket. Köszönöm, hogy eljöttetek! Nem arra figyeltünk őszintén, aztán előrébb léptünk a tavaszba, felkeltünk, egymásért reggeliztünk a sok száraz fehér. Napsugár lassan elért, várj, nagyon kérlek, ne menj el, van még bor, maradj, ülve hozok neked, csak szólj, nem bírom. Valami, de nem az.